Kezdem azt érezni, hogy lassan minden videó kávéval fog kezdődni. Meg azt is, hogy egyszer valaki be fog szólni a lelénes bögrém miatt. Semmi ideológiai megfontolás nincs mögötte egyébként. Ajándék bögrének szántam, de rajtam maradt. Tengermély tisztelettel üdvözlök mindenkit ezen a gyönyörű szép novemberi napon. És ma arról fogunk beszélgetni, hogy vajon az AI tényleg a fotográfia végét jelenti-e? Valóban gyökeresen megváltoztatja a fotózást az AI megjelenése, eltünteti azt, vagy csak véglegesen megváltoztatja. És ezen a ponton remélem, hogy ti is írtak valami véleményt a kommentekbe, mert érdekel a sok különböző nézőpont ütköztetése, hogy ki mit gondol, ki tekinti ördögnek, ki használja fel a saját munkáiban. Ezek izgalmas dolgok, ne legyünk teljesen negatívak, de mindenek előtt gyerünk el street fotózni. Kegyetlen, hogy milyen fények vannak. Ahhoz képest, hogy három napja nem tudok elindulni, mert minden délelőtt szakad az eső, ahhoz képest most elég fasza. Ja, lehet az, hogy az AI megjelenésével viszonylag nagy pofont kapott a fotó, videó és grafikus szegmens. Bennem az a kérdés merül ilyenkor fel, hogy mennyit érhet az a kép, amit 3 perc alatt döbtem össze generatív AI-jal. Mondjuk itt lefotózom ezt a tájat, ami mögöttem van. Odarakok egy gyönyörű szép hegyet, meg mit tudom én, állatokat, vagy bármi, gyönyörű felhőket. De mennyire válik súlytalanná az a kép, amit ilyen módszerre készítek el, hiszen a fotózásnak pont az a lényege, meg így valahol a filmkészítésnek is, hogy a személy, aki megcsinálja a képeket vagy a videókat, ott van és átél egy történetet, átél egy élményt azzal kapcsolatban, hogy az a kép elkészült, és nem pedig egy súlytalan 5 másodperces generatív AI-jal tett oda mondjuk egy olyan hegyet, ami neki iszonyat sokat jelentett, amikor odaérkezett mondjuk egy utazása során. Ugye mi a helyzet azzal, amikor teljes reklámkampányokat ugye ChatGPT-vel hoznak létre? Szerintem ez is egy olyan dolog, ami nagy hype-ot kapott, és azért mindenki megigyekszik lovagolni ezt a hullámot, de Isten igazából azokat a kreatív marketingeseket, fotósokat, videósokat, akik tényleg olyan ötletekkel állnak elő, amiket még senki nem látott, azt nem hiszem, hogy tudja helyettesíteni. Mert amúgy ezeknek az embereknek hatalmas értéke van, és kreativitásukat arra használják fel, hogy másokat tegyenek sikeressé, és ezt a fajta szenvedélyt, ezt a fajta lelkesedést egy ChatGPT által generált bármilyen reklámfotó, vagy fotó, vagy grafika nem fogja tudni visszahozni. Úgyhogy összességében szerintem soha nem fogja fixen helyettesíteni egy fotós vagy egy grafikus munkáját az AI, mert lélek szerintem soha nem lesz benne, hogy egy kicsit spirituálisan fogalmazza. És az egyébként, hogy az AI ugye beszivárgott ezekbe a fotószerkesztő és vágó programokba, az egyértelmű üzenet a alkalmazások gyártóitól, hogy ők ezt a folyamatok felgyorsítására szánják. És én ezeket általában üdvözölni szoktam, mert remekül használhatók és tényleg könnyítik, gyorsítják a munkát. Valahol talán a generatív AI is ezért jött létre. Ha például el kell tüntetni valamit a képről, akkor nagyon hatékonyan hatékonyabban ki tudja pótolni a textúrákat, mint a Photoshop eddigi megoldásai. Fáradt a kezem. És egyelőre a videózásban és a vágásban is olyan AI túlok kezdenek el beszivárogni, gyorsítják a vágók munkáját, és ez összességében szerintem nem annyira rossz dolog. Előfordult már, hogy videóklipphez vagy képhez én is használtam AI-t, nem is keveset. Vagy meg egyelőre pozitívan hozzáállni, és kreatívan felhasználni ezeket a túlokat, és nem pedig a kreativitás helyett használni őket.